Sziasztok, én Iza 16 vagyok, és van egy örömhírem! Nem csak az, hogy találtam magamnak egy tök vagány lányoszként, hanem képzeljétek el, az is a új hírem, hogy be tudtam rakni olyan textúra packet, amit már nagyon régóta szerettem volna, mégpedig ez a... Hú, minek is hívják? Elfelejtettem a nevét, na mindegy, mert nagyon ki akartam próbálni, és letöltöttem, és most ebben vagyok. Tök szép benne minden, mondjuk a kard egy kicsit kicsúszott a ikertlaméból. Na mindegy. Van egy kis történetem. Képzeljétek el, Boldival felvettünk pár részt. Igen, ügyesek voltunk, nagyon. Képzeljétek el, Enchantos kard, mielőtt kérdeznétek, hogy honnan a pitli édesből van. Tudjátok, van a nagy hegy, aminek havas a teteje. Ott volt egy chest, amit a mapnak a építői elfelejtettek eltüntetni, és voltak benne pár cuccok, amiket így szerintem így kipróbálgattak, hogy micsodák, mert biztos ők is textúropekkel játszottak, vagy nem tudom, de mindegy, ott volt egy láda fönt, amiben mindenféle cucc volt. És benne volt ez a kard, meg Boldinak is volt egy kard, a többi cuccot fent hagytuk, mert akkor tuti azt mondtátok volna, hogy beadoltuk biztos. Na mindegy, a kettő kardot elhoztuk, egyébként csak a Boldi kedve miatt elhoztuk a kettő kardot. Ugye én kardomat, a csá kardot betettem itt templomba, és egy kicsit kilóg. A Boldi kardja meg nála van, elméletileg. És ja... Ebben a textúrapackben tök más így minden. Még nem kelt föl teljesen a nap, de olyan tök más minden. Olyan érdekes. De tök jó, hogy kelt fel a nap, és egyre világosodik a táj. Ja, szóval... Ja, meg a Boldi épített házat. Ő építette a házat, mert ugye amiket én építek házat, arra mindenki azt mondja, hogy szar. Szóval a Boldi épített házat, a tetőt azt viszont én csináltam. Gyorsan megmutatom nektek, hogy ilyen kis lapos piramis tetőt csináltam. Szóval, hogy sima kőből, meg ilyen kőből csináltam ilyen lapos piramis tetőt. Hát... Most értitek? Szerintem jó. Vagyis igazából úgy... messzebbről jól néz ki szerintem. Ja, meg a Boldival... Bányáztunk jó sok követ, meg égettünk jó sok követ, és Boldi csinált a paciainak házat, és mind a kettő paciának az a neve, hogy Benny. Ez a világos barna, ez a nagy Benny, ott a hátsó, az meg a kis Benny. Ja. Ja, szóval erről maradtatok le. Ezt akartam mondani, hogy... Ja, meg találtunk Diamondot. De csak sajnos kettőt. Vagyis nem, hanem mert találtunk mennyi diamondot? Nem ötöt. Négy diamondot találtunk, abból a egyikből csináltunk... What? Most elakadtam, mert nem tudom, hogy mit csináltunk abból. Nem, csak... Várjál, kettő diamond van nálam. Emléletileg a Boldinál is van diamond. Majd még megtudjuk. Na mindegy, majd a kövi részben már szerepelni fog a Boldi. Most azért nem szerepel, mert egyedül vagyok itthon, és nagyon fel akartam venni egy új crazy szigetet, ugye a textúra puckommal. Nem tudom, hogy mennyi diamond lehet a Boldinál. De mindegy. Most azért nézegetem a Boldi meg a én chestemet, mert kitaláltam valamit, amit majd kéne csinálnom. De ja... Nem! Most gondolkodok, hogy mit csináltunk a Diamondből, de nem jut eszembe. Egyébként tök jó, hogy a árnyék az egyre jobban halad felénk. Szóval mi most ilyen árnyékos helyen vagyunk. Ugye az első részben meg arra volt árnyék, most meg itt van. Majd
Majd figyeljetek, valamelyik részben még egyszer felmászunk a hegy tetejére, és megmutatom, hogy hol volt az a chest. Csak most ki akarom deríteni, hogy most ott van a... Ott most ilyen fényes hely van, de nincs kajám, de van. Na. Most nincsen bekapcsolva a szolany. Én nem akartam, hogy megtámadjanak, miközben kiderítem, hogy működik is. Hát figyeljetek, nézők, ez a Crazy Sziget, itt valami megtörtént. És kérdezte egy barátom, név szerint Kecskelól, hogy miért úgy vettem el a szigetet, vagyis a sorozatot. Ne, igen, inkább fogalmazunk úgy, hogy a szigetet, úgy, hogy Crazy Sziget. Azért, mert ugye tudjátok, mit jelent a Crazy, hogy őrültség, őrületes, valami ilyesmi, őrült. Azt jelenti, hogy őrült. És gondoltam, mivel ilyen őrültségek történnek, például, hogy elfelejtem elindítani a recordelt, és akkor nem vesz föl három részt. Mert arra gondoltam, hogy kipróbálhatnánk olyan, mivel új videófelvevő alkalmazásom van, kipróbálhatnánk olyat, vagyis a Boldi mondta, hogy próbáljuk ki olyat, hogy felveszek mondjuk egy órás részt, ez kb. olyan négy vagy három rész, egy óra. Várjál, 15 perces videókat csinálok, 15x3, 45, meg 13 hülye vagyok, 15, meg 45, az 50, meg 15. Jó, akkor felvettünk 4 részt, ugye, amit láttatok utoljára, attól független vettünk föl 4 részt. Tudjátok, mit keres itt egy gomb? Na, szóval felvettünk 4 részt, amiben a házat csináltuk. Egyébként a glowstone-t azt meg a nagybányába találtuk, ahol találtuk a gyémántot is, de abban a nagy barlangba majd visszamegyünk. Szóval azt majd a Boldival közösen veszem föl, azt nem mutatom most meg nektek. És... ja. Szóval amiket nem láttatok részt, abba építettük meg a házat, a lovaknak a helyet, meg látjátok, ott van Delta is a háttérben, meg ott egyik részben mentünk el a nagy barlanghoz, a másik részben a hegytetőre, semmelyikünk nem halt meg. Most igazából nincs semmilyen mód bekapcsolva, amit tudnék nektek mutatni, de a következő részre már minden fatálkos lesz kapcsolva. Jaj, a kis sűnyi Boldinak volt még sene, hogy enné meg az ugyáját. Mindegy, csinálok még fáklyákat, mert elköl fáklya. Főleg, hogy most nálunk ilyen sötét van. Még igazából lehet ajánlani ilyen túlélési tippeket ilyen őrült szigeten. Gondoltam, hogy ha már ilyen sötétség veszély van, akkor építhetnénk a Boldival valami toronyszerűséget, vagy valami. Vagy csinálhatnénk valami kerítést, vagy falat a ház környékére, mert tudjátok, a creeperök, nagyon cuki bogyik, amikor a ház közelébe mennek, és felrobbantják szegény Deltát. Na, és ja. Ja, meg még azt terveztem én, hogy Deltának is csinálok egy kis kuckót, úgy, mint a Boldi lovainak van kis kuckót, csak a Deltának a kuckója szép igényes lesz, nem ilyen összedobott kockafos, hanem valami szépen kicsicsázott dolog, hogy lássátok, hogy én is tudok csicsás dolgokat építeni. Mert én egyébként nem szoktam kicsicsázni a dolgokat. Értitek? Ennyi a díszítésünk a Boldival. Nem. Egyébként én szeretek itten flamézni. Arra jöttem rá. Képzeljétek el, szeretek itten flamézni. Na mindegy. Ja. Még nem tudom, hogy mit csinálhatnénk most ebben a részben. Arra gondoltam, hogy a padlót azt viszont kicserélem. Mert nem tettük, hogy legalább az ne legyen sima kőből, ha már egész ház kőből van, akkor az ne legyen sima kőből.
És akkor le kéne menni a nagy barlangba, és akkor... Mindegy. Inkább a kő baltámat használom el. Egy ideig ebben a textúra packben leszek, mert imádom. De a ablakon kivágom. Igen, egyébként a blog story-ról beszélnék nektek egy kicsit. Én szerettem azt a játékot régen is, meg most is, hogy elkezdtem róla pár vidit csinálni. Remélem tetszik nektek is, de ha nem tetszik, nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy neked ez nem tetszik, mi a szar ez, meg ilyesmi. Mert ha nektek nem jön be, akkor én nem csinálok róla sorozatot, de ha bejön nektek, tetszik, akkor szívesen csinálok sorozatot. Egyébként valaki kérdezte tőlem, hogy ebben lehet-e multizni. Igazából nem tudom. Már bedrog szintem. Hogy a VTF? Bedrog szint. Akkor a nagy barlangba kell menni bányászni, mert ez itt kaki lesz, ha ez már bedrog szint. Hát értitek, crazy sziget ez, itt minden. Az a baj, hogy a sötétség miatt, a sötét foltok miatt állatok nagyon nem spónolnak a szigetre. És ebben viszont szembesültünk a Boldival, hogy állatok nem spónolnak, vagy a spónolnak akkor is nagyon ritkán, és ez mi? Ja. Ez csak ilyen sötét lyuk. Elméletileg. Érdekes. Ez milyen kő? Ja, ez sima kő, csak így be van sötétülve, lol. Ez érdekes, meg ez is, hogy ez itt van. Hú, ninja, éhen döglök. Ó, izzire be van kapcsolva a mob, de nem spónolt semmi, lol. Na, mindegy. Azt hittem, hogy nincs bekapcsolva a mob. Igen, Iza. Mindegy, innen viszek tököt. Mert a tökből lehet csinálni viszont olyan finom kasüticskét. Ebben a részben nem akarom Deltának a házát elkezdeni, mert mondom, az sok meló. És arra gondoltam, hogy a következő részben kezdem el. De ti választatok, hogy a Boldival elmenjünk a nagy barlangba, nektek megmutatni úgymond újra. Vagy legyen az, hogy Deltának építek egy kis kuckót, úgy, mint a Boldi lovainak. Csak mondjuk legyen úgy, hogy ilyen egy vonalba csinálom, szóval ugyanekkorára megcsinálom, mint a Boldét, csak nem így fog kinézni, teljesen máshogy fog kinézni, ugyanekkorára megcsinálom, és ilyen egy színben lesz vele. Szóval neki, nézzük meg, várjál, hány blokkra van a ház? Négy blokkra van a háztól. Akkor várjál. 1, 2, 3, 4. Akkor valahova ide kell majd csinálnunk. Nem kőből lesz, csak megjelzem, hogy hol kell. Kb. Itt. Meg itt, és akkor innen indulna a lépcső. Jó, kb. Valahogy így. Ezt majd még kitalálom a következő részre, hogy lesz. Videón kívül megígérem, hogy már nem fogunk csinálni semmit. Semmit. Na. Egyébként nem ért. Ja, nem fejeztem be, hogy a Boldi miért nincsen ebbe a részbe. Azért, bőj! Mondjuk mobot kéne halásznunk, az igaz. Na, szóval Boldi azért nincs ebbe a részbe, mert... elment a szüleimmel búgyból. Mert annyira muszáj boltba menni. Na. Nekem nem volt kapám? Boldinak rohadt sok köve van. Arra jöttem rá. Na. Kraftolok. Volt nálam még tök. Na mindegy. Akkor elültetem a tök. Hirtelen azt hittem, hogy hallok valami mobot, de aztán mégsem. Az a baj, hogy folyamatosan elültetünk ide valamit, ide a sziget szélére, de az mindig eltűnik.
Vagy csak én emlékszem úgy, hogy rossz helyre tettük. Mindegy. Fókot hallok. Batafis. Mindegy. Na, szóval szerintem elköszönök tőletek. Szóval én Iza 16 voltam, a következő részben csinálunk mindent. Találkozunk a legközelebbi részben is. Sziasztok!